Üdvözlök mindenkit, én Szövik, ezt mind láthatjátok a Colin McRae Rally 2.0 vagy 2.0 című játéka. Abban is egy random gameplay-es kis videó. Hát ez gyermekkorom egyik, ha nem leghatározóbb videójátéka, amit PlayStation 1-es verziója, mégpedig ugye ez a PlayStation 1-es verziója, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, nekem annak idején PlayStation-on volt csak és kizárólag, és ezekre voltak nekünk ugye játékaink, és köztük volt a Colin McRae Rally második része is. Úgyhogy úgy nézzük, akkor talán ez volt a legelső rallis játék, amivel valaha is játszottam, ezután volt a Colin McRae Rally-nek az első része, de az már számítógépen, és utána meg már fogalmam sincs, hogy melyek voltak. De fogalmazzunk úgy, hogy ez volt a legelső, és talán ez a legmeghatározóbb játék, amikor rallis játékról van szó. Na, hát úgy ott voltam vele, hogy egy ilyen 20 perc fél órás kis szösszenetet mutatok én is a játékból, gyerekkorom eddig kedvencéből. Aztán majd leírjátok kommentbe, hogy mi a véleményetek a játékról, illetve játszottatok-e vele, mik a nosztalgikus élményeitek vele kapcsolatban, esetleg, hogy legyen-e belőle sorozat, bár nem tudom, hogy mennyire lehetne belőle sorozatot csinálni, mert fogalmazzuk úgy, hogy ez még az a fajta játék volt, ami bazi nehéz volt. Úgyhogy föl kell kötni a gatyát, de akkor ne is beszéljünk itt jobbra-balra. Menjünk egy szimpla rally meccset, közepes fokozaton, egy játékos módban. Megkeresem önmagamat, SOV, így leszünk, SOV-val. És akkor így itt vannak az autók, van a Ford Focus, a Mitsubishi Lancer, a Toyota Corolla, a Subaru Impreza, a Peugeot 206-os, a Seat Cordoba, és nagyjából ennyi. Ha azt nézzük, akkor mindegyiknek a statisztikája ugyanolyan, kivéve a Mitsubishié, tehát a Lanceré, mert az ő súlya azért picivel nehezebb, mint az összes többi. Nos, én amondó vagyok, hogy hát menjünk akkor ezzel. És hát hol máshol mennénk, mint finneknél, ugye első verseny az itt Finnországban volt. The jumps and long blind corners also make it one of the most hair-raising drives for any rally. És azt hiszem, itt az az érdekesség itt a PlayStation-os verziónak, hogy itt van ugye kommentár itt az átvezető, bevezető, felvezető videó alatt, azt hiszem a számítógépes verziónál viszont nincs. És ami úgy érdekesség volt ugye annak idén, és ugye mai napig nem nagyon tanultam itt meg itt ezeket a dolgokat, hogy meg lehetett nézni, hogy az elkövetkezendő két szegmens, stage, futam, szakasz alatt milyen lesz az időjárás, illetve hogy milyen dolgokra számíthat az ember, ugye pályaügyileg és hasonló ügyileg. Itt ugye be lehetett állítani a kocsit, hogy hogyan legyen, miként, merre, hány méter, ugye a kerekeket, a váltót, a rugót, ugye a felfüggesztést, minden egyebet át lehetett állítani, de én soha életemben semmit nem állítottam át, pedig elvileg foglalkozni kéne vele. Meg lehet ugye javítani az autót, hogy esetlegesen sérült, de hát mi menjünk gyorsan, akkor versenyre, ne húzzuk itt az időt, mert mindenki ugye arra vár, hogy milyen lehet itt versenyezni. Hát gombkiosztás szempontjából billentyűzettel játszok, mert még mindig nincsen kontrollerem, amikor ezt a felvételt készítem. W-re van rátéve nekem az, hogy a kamerát tudjam állítani, amúgy nyilakkal irányítom, hogy balra vagy jobbra akarok vele menni, S-sel adok neki gázt, D-vel fékezek, az albetűvel pedig tudok tolatni, hogy esetlegesen úgy alakulna a helyzet. Na most én azért szoktam belső kamerából játszani, mert ne kérdezzétek, hogy miért, azért, mert én így jobban látom a pályát. Nem tudom. Valahogy jobban fekszik nekem így a belső nézet. És megnézzük, hogy így röpke, nem tudom, egy 10 évet biztos, hogy kihagytam ebből a játékból. Amúgy 2000-es a játék, tehát a millenniumi játékok közé tartozik eme csoda. Úgyhogy eléggé régi darab, és ugye a régi játékhoz mérten eléggé nehéz is, tehát hogyha az ember egyszer hibázik, akkor nagyon el tud röpülni. És igen, itt az volt az érdekesség, azért szerettem ezt a játékot, mert itt törtek az autók, tehát itt volt mindennek fizikája, és azon gondolkodtam, hogy például nekem volt ugye a Driver című játékhozat, amit ugye mai napig imádom ugye a trilógiáját, bár ugye a harmadik részben ugye még mindig vannak ugye problémáim. Na mindegy, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy a Drivert is ugye szerettem, hogy ugye törnek az autók és hasonlók, illetve a GTA videójátékot is ugye szerettem, ugye a 2-t és a 3-at. Viszont arra gondoltam igen, hogy milyen jó lenne, illetve ugye volt nekem a Gran Turismo 2, és akkor még ezt is ugye idevenném. És ugye a Gran Turismo 2 és a Colin McRae Rally 2 között vaciláltam, hogy olyan jó lenne, hogyha két játékból
lehetne egyet összegyúrni, tehát ez vágyámom volt mindig is, hogy igen, hogy ilyen fizikával, ilyen szimulációval törjenek az autók, változatos legyenek a pályák, és hasonlók. A Gran Turismo-val pedig ugye az, hogy rengeteg autó volt benne, úgyhogy vágytam arra, hogy igen, hogy legyen egy olyan autó, vagy egy olyan autóversenyzős játék egyszer az életben, ahol rengeteg autó van, és igazából bármilyen versenyt lehetne csinálgatni. Hát ugye tudjuk nagyon, hogy most már léteznek ilyen játékok lassan. Hát igazából nem, úgy nézzük, akkor igen, a Gran Turismo 2 és a Colin McRae Rally után várni kellett egy olyan 10 évet, amíg Szovinak ez a vágyáma teljesült, csak addigra meg már hát kicsit idősebbé vált. De ettől függetlenül, hogy még mindig ugye játszok videójátékokkal. Na, hát mint látható ugye, hogy miközben beszélek és mondogatom itt a dolgokat, hát nem éppen a legjobb időt futom, és folyamatosan purulok össze-vissza. Amúgy, aki nem ismerné, jobb fölül ugye lehet látni az időnket, a zöld azt jelenti, hogy ha a zöld tartományban van, az azt jelenti, hogy mindenkinél jobbat mentünk. Ha piros tartományban van, akkor azt jelenti, hogy eléggé rossz időtartamot mentünk, és ezt kellene ugye kijavítani, de hát ezt már nem fogjuk tudni, mert 15 másodperces hátrányban vagyok, ami azt azért tudni kell, ralliba, illetve hát azért autóversenyes játékoknál eléggé sok. Na, de be is értünk. Hát kicsit le tudtam faragni 14,55-re. És itt vissza lehet ugye nézni, hogy hogyan történt, miként történt, illetve statisztikákat lehet nézni, illetve hasonló dolgokat, hiszen negyedikek vagyunk, és hát nem vagyunk bent a top 6-ban. Sajnálatos módon ez van. Na nem baj. Ez volt ugye a rally lépsze, de még miért szerettem én ezt a videójátékot? Miért szerettem? Mert volt benne... Igen, most nem mentünk. Volt benne kettő másik mód. Na, abból az egyiket megmutatom, most így gyorsan. Ez volt az egyik kedvencem. Ez a challenge módban volt ugye bent. Hát gyakorlatilag nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője. De ez a... kieséses verseny, és én most engedelmetekkel easy-re veszem a fokozatot. Annyit kell tudni, hogy van 8 darab versenyző, és párban körbe kell menni egy olyan pályán, hogy egyszer ugye te kezdesz mondjuk a jobb oldalt, ő a bal oldalt kezd, és valahol a pálya környékén közepe fele megcserélődik a sáv, és mind a ketten ugyanaz abban a sávban ugye egyszer végigmentek. Most ezt így nehéz lenne, ugye elmagyarázom, nem tudom, hogy mi ennek a magyar megfelelője, de az a lényeg, hogy most challenge módban első körben Toyota Corollával megy mindenki. Ott Ericsson győzött Jones ellen, a következőben McRae győzött Akita ellen, következőben Tizot győzött, és akkor jövünk mi, Shove vagy Sovi, Kastis ellen, vagy Kastis ellen. És akkor mindjárt megértitek, hogy miről van szó, tehát ugye én itt most kezdtem jobb oldalt, amúgy a kollega ott van bal oldalt, a másik útvonalon. Egy picit lehet talán látni. És az a lényeg, hogy mind a kettőnknek végig kell menni ugyanazon a nyomvonalon. Tehát én most úgy nézzük, akkor én most a jobb oldali nyomvonalon vagyok. De most ugye van itt egy hidacska, itt hogyha átmegyek, átkerültem a bal oldalra, a kollega pedig átkerült a jobb oldalra. És hát az a lényeg így, hogy be kell érnünk a másik előtt. Aki előbb beér, az győztes. Tehát úgy nézzük, akkor most volt meg az első kör, és akkor nekem most meg kell tennem azt az útszakaszt, amit a kollega már ugye megtett a sajátján, és ugye itt bal alul írja, hogy mekkora előnyöm van, hát a kollega még nem ért oda a célvonalba. 13, majdnem 14 másodperccel le van maradva. Hát igen, így fogalmazzunk úgy, hogy a játékban én szerintem, hogyha van egy kis hiba, akkor a nehézségnek a beállítása az eléggé nem sikerült a készítőknek, mert a könnyű fokozat szerintem az nagyon könnyű, a közepes fokozat viszont már azért nehéz, na a nehéz fokozat az meg, hát az nagyon-nagyon sokat kéne gyakorolni, fogalmazzunk úgy. Na és én beértem. Tehát én körbeértem, látjátok, ugyanoda visszajutottunk. Vagy legalábbis én ugyanoda visszajutottam. Na lényeg, hogy én továbbítottam. Tehát én Kastis kiejtettem, tovább jutott Dagas, Truman, Candido és Baka. Na, és akkor itt most váltás volt, itt most Mitsubishi Lancerrel kell mennünk, Ericsson megküzd McRae-jel, McRae természetesen győz, Tizot pedig megküzd velem. És akkor most Mitsubishivel megyünk. Változatosság kedvéért megint jobb oldalt kezdünk.
Amúgy változó, hogy hova dob be. Tehát igazából ilyen sorsolás alapján dől el, hogy most jobb oldalt vagy bal oldalt kezdesz, de igazából teljesen mindegy, mert így is úgy végig kell menni ugyanazon a vonalon, mind a kettőtöknek. Egyszer-egyszer. Így is úgy is. És hát egyik nehezebb, mint a másik, úgyhogy igazából nagyjából ennyi. Tehát én ezt a módot szerettem, és az a lényeg ugye, hogyha a rally versenyeken haladsz ugye tovább és megcsináltad ugye a világbajnokságot, akkor szépen ugye fokozatosan tudod kioldani ehhez a módhoz is a pályákat. Sajnálatos módon így az elején csak ugye a japán elérhető. De azt hiszem van svédeknél is egy ilyen, meg azt hiszem a Kenyába, a kenyaiaknál is van, meg azt hiszem a legvégén talán Anglia. Aztán ez a négy van. Emlékeim szerint, aztán ki tudja. Na most 12 másodperces előnyöm van a kollégával szemben, és ezt nem kellett volna, na mindegy. Igen, gyakorolni kéne amúgy a játékkal eléggé sokat, hogyha az ember mondjuk sorozatot szeretne bele csinálni, és nem akar mondjuk beégni időközben. De nem tudom igen, hogy lesz-e belőle sorozat, vagy bármi, ezt mindenképpen kommentben jelezzétek, hogy van-e rá igény, vagy hasonló, de hát ugye tudjátok, hogy ha lesz róla sorozat, vagy valami, akkor nagyon sokat kell rágyakorolnom. Iszonyatosan sokat. Mert láthatjátok, az a teljesítmény, hát szerintem nem a legjobb. Na, tehát én legyőztem Tizotot, Dagas tovább lépett, itt pedig tovább lépett Baka. Na most én megküzdök McRae-jel, aztán kiderül, hogy hogyan tovább, megint egy Toyota Corollát fogunk kapni. És megint jobb oldalt vagyok. De azért érezhető igen, hogy minden egyes autónak egy kicsit más a fizikája, más a statisztikája, mert azért láthatjuk, hogy ezzel a Toyota Corollával, mint hogyha egy kicsit máshogy működnének a dolgok. A Lancerrel meg ugye megint csak máshogy mennek a dolgok. Én érdemesebb lett volna mondjuk ott a finnországi dolgnál ugye Ford Focus-szal menni, de úgy voltam vele, hogy nagyon ritkán dobálja be ebbe a játékmódba, legalábbis szerintem, emlékeim szerint itt a Lancert nagyon-nagyon ritkán dobálta be ebbe a módba, aztán lássak a csodát, mégiscsak bedobta. És ugye a Toyota-t meg most kétszer dobta be egymás után, tehát jó lett volna, hogyha mondjuk beadob egy Seatot vagy valamit, mondjuk még egy Peugeot vagy egy Ford Focus, ugye Colin McRae miatt esetlegesen. De hát nem az dobta be. Mert azt hiszem itt a 2000-es években ugye ő már a Ford Focus-szal volt, és azelőtt pedig a Subaru-val ment. És azt hiszem később váltott át a Peugeot-ra. Azt hiszem Peugeot-val ment később. Aztán ugye, hát mégis azt hiszem addig ment Peugeot-val, ameddig ugye be nem következett a tragikus halála. Ugye aki nem tudná, volt egy helikopter balesete, és hát sajnálatos módon nem élték túl. Úgyhogy ezért van az ugye, hogy a Colin McRae rally sorozat lényegében ugye megszűnt, és helyette úgy hívják, hogy Dirt. Vagy Dirt Rally. Na, de ez kiesett, és akkor Baka maradt. És akkor jövünk. Itt Subaru Imprenzával kell mennünk. Subaruval. És megint jobb oldalt vagyunk. Nem tudom, a játék nem akarja, hogy bal oldalra kerüljek. Legalábbis ugye kezdésnél. És ez a Subaru is érezhetően egy kicsit más. Mint hogyha kedvesebb lenne. Vagy nem tudom, lehet, hogy mi alatt ugye játszogatunk, és így kezdek ugye hozzászokni a játékhoz. És a szabályaihoz, lehet, hogy egyre ügyesebb vagyok. De most azt érzem, hogy a Subaru ez jó. Jó, tudjuk, a Subaru persze, hogy jó. Nyilvánvalóan. Nem amúgy a hát igen, hogyha rallis játékokról van szó, és teszem azt, nincsenek olyan autók benne, amik az én kedvenceim. Hát akkor ugye általában azért Subarut szoktam használni, vagy ugye a Lancert, attól függ. Ugye ezt a kettővel szoktam ugye vacilálni. Tehát ugye ez is ugye rally játék válogatja. Egyáltalán benn vannak-e a repertoárba, kezdjük ott. Ezt a kanyart ezt nagyon nem akarom tudni megtanulni. Ezek szerint. Igazából nem aggódok, hogy leelőznének minket, mert ugye az idő szempontjából mindenki ilyen 1.47-1.46-okat megy.
mi meg ugye 1.20 meg 1.30 között beszoktunk azért érni. Hát... most 1.30 környékén értünk be. Na lényeg, hogy nyertünk. Oké, megnyertük a challenge-et. Mi történik? Semmi. Igazából. Azt itt most semmi bónusz nincsen. Jó. Amit pedig még szerettem, ez a... nem itt van. Hanem itt az arcade-ben van benne. Lehet ugye menni championship-et például, akkor menjünk itt közepes fokozaton, mint vendég. Így. Akkor fókusszal nem voltunk, ezzel voltunk, Peugeot-val nem voltunk, Seattal nem voltunk. Hát akkor mivel menjünk? Menjünk Peugeot-val. Igen, és ez itt a B osztály, itt Olaszországban, Svédországban és Görögországban kell versenyezni. De itt konkrét versenyzés van rally autókkal. Tehát ezt majd mindjárt meglátjátok, megértitek, hogy miről van szó. Amint betölt ugye a rendszer. Jó. Na, tehát igen, itt konkrét versenyzés van. Ja. És azt elfelejtettem mondani, hogy amikor van zene, na az hibátlan. Na. Már fel is törtünk az első helyre. Oda kell azért figyelni, mert azért nem olyan egyszerű, hanem nehogy azt higgyétek. Főleg, hogyha a tév is ki akar közbe kapcsolni. Jaj, oké, bocsi, igen. Csak rá kellett nyomnom a távirányítóra, hogy ne kapcsolódjon ki a monitor, vagy hát a tévé, mert ugye hát nekem a tévém a monitorom a tévé. És hát, hogyha az ember nem nyújt hozzá már egy jó ideje, akkor azt mondja, hogy ja, hát akkor, hogyha nem is nézed, akkor kikapcsolódok, na mindegy. Úgyhogy ez most így kicsit kellemetlen volt. Na, menjetek odébb! Utolsó helyre visszapozícionáltuk magunkat. 5 másodperces hátrányban vagyunk, de azért rekordidő. Ja, hát nyilván ugye a semmihez képest rekordidő. Jó van, nincs gáz. Jövünk föl, mint a talajvíz. Jaj. Hát a hatalmas nagy előnyünknek úgy annyi. Ezek nem akarnak odaim menni. Jó, nagy nehezen sikerült. Hát szerintem az első hely az már nem lesz meg, mert az első helyet azt ott látom, igen, ott a Peugeot-val megy elő. A kollega. De talán a második helyet még meg lehet fogni. Ha nagyon ügyesek leszünk. És nem hibázok olyan nagyokat. Mert az jó, igen, hogy a gép is amúgy hibázik. Tehát vannak konkrét hibák. Konkrét hibákat ugye elkövet a játék is. És nem tudom, hogy ez direkt van így beleprogramozva. Vagy hogyan, mi merre. De menjél már te onnan. Vagy onnan, vagy innen. Az útból. 2 másodperces hátrányban vagyunk. Jajjaj. Na. Sikerül? Belső ív? Nem lesz jó. De jó lesz ez, nagyon jó lesz, jó, éppen csak átklisszadtunk. Ó, oh, hát azért, ez kemény volt. Na és igen, itt az van, hogy itt 6 pontokat lehet kapni első helyét, második helyét 4-et, aztán 3-at, 2-t, 1-et, 0-at, és az utolsó pedig 0 pontot kap. Úgyhogy a légén meg van egy összesítés. Ez kemény volt. Na, akkor irány a Svédország. Svédországnak a pályája, ugye az örök hó hazája. Ahol tök mindegy, hogy mit csinálsz, csúszik az autó. Mindig. Egyfolytában. Olyan csúszásokat csinál, hogy megőrülsz. Na. Mondtam, hogy a zene az... nagyon jó! Akkor most mondom! Na jó, húzzatok inkább előre, jó?
Itt a lögdösödéstől itt nem tudom, hogy hordában tartani a lovakat. Jó, mondjuk azt, hogy jó volt ez a kanyar. Wow, az igen. Nem tudom, hogy bele volt ez programozva alapból. Jó, eddig jók vagyunk. Mindjárt jó lesz. Mindjárt várj egy kicsit. Hogy? Köszi. Amúgy valamivel hátra is lehet nézni. Ne kérdezzétek, hogy melyik gombbal, nem tudom, hogy most melyik gombra tettem rá izét. A hátra nézést. A billentyűzeten. De ennyi volt egy kör. Nagyjából egy perc. És van nagyjából egy másodpercnyi előnyünk. Remélem, hogy a harmadik féltől származó hülyeség nem fog ennél a videónál bekövetkezni, de hogyha igenis, akkor se érdekel, mert a zene az iszonyatosan jó. Vagy legalábbis bízok benne, hogy eléggé halkan állítottam be az OBS-t, amúgy 30%-kal veszem fel a játékot, és hát úgy, hogy hangerő ügyileg. Képernyő ügyileg, meg hát gondolom már észrevettétek, lehet, hogy ezt mondjuk az elején el kellett volna mondanom, hogy igen, ez a 4-3-as képarányú ez a játék, tehát ez így lett megalkotva. Biztos vannak modok, vagy valami patchek, vagy bármilyen fekete mágia, vagy sötét mágia, aminek segítségével meg lehet oldani, hogy széles vásznú legyen, de hát én inkább nem oldanám meg, mert valószínű, hogy akkor el se indulna. Úgy vagyok valahogy, ezt így csinálták meg, ezt így kell játszani, úgyhogy a videónak a két oldalán van egy fekete, vagy hát egy-egy fekete ilyen oszlop. És sajnos, nem sajnos, de ezt el kell viselni ennél a történetnél. Bocsánat. Kicsit megfásztam itt Svédországban ezek szerint. Na már 6 és fél másodpercünk, hát majdnem 6 és fél másodpercünk van előnyben. Úgyhogy eddig tök jók vagyunk. Ilyen jók még sose voltunk. Hát az előnyünkből egy kicsit vesztettünk. Na majd görögországi pályát majd mennyire megnézzük azt is. Lassan, de biztosan. És a szemfülesebbek is észrevehettétek amúgy grafikai szempontból, hogy a fák is, meg a kint lévő nézőközönség és hasonlók, hát igazából 2D-s képekből állnak. Tehát lényegében tök mindegy, hogy mikor, hogyan nézel rájuk, mindig ugyanazt a képet mutatja, tehát úgy forognak, ahogy éppen te ránézel. Na, körbeértünk. Mi kis Peugeot-unkkal. Jó, 12 pontunk van. Ott a harmadik helyzetnél ugye volt verseny van jelen pillanatban, és akkor ez utolsó Görögország. Megnézzük, hogy mit tudunk tenni ez ügy érdekében, és kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e itt nyerni. Jó lenne megnyerni a bajnokságot, és akkor meg tudom mutatni, hogy ezeknek a bajnokságoknak mi a lényege. Ez is amúgy, hogyha a világbajnokságot megcsinálod ugye a ralliba, akkor szépen lassan ugye oldja ki ezeket az arcade versenymódokat. És hogyha ezeket is ugye mind-mind megcsinálja az ember, akkor jutalmat kaphat érte. Mert ugye ez azért jutalmaz. Mindjárt meglátjátok majd, hogy mire gondolok. Csak még ezt a versenyt túl kell élni valahogy. Meg ugye tetszetős volt nekem annak idén, igen, hogy ahány ország, annyiféle kinézet, vagy annyiféle pálya. Tehát például igen, tehát nyilvánvalóan Svédországban hó van, csúszik, mint a rohadt élet. Olaszországban, illetve Franciaországban ugye betonutak vannak, tehát ott úgy. Ha betonon vagy, akkor nagyon-nagyon jól tudsz haladni, amint a fűre mész, egyből röpülsz a francba. Hát itt Görögországban ugye ez a vegyes felvágott, tehát van ugye ez a kavicsos, de inkább igen, fogalmazunk úgy, hogy kavicsos pályák vannak. Kavicsos földes utak vannak. Finnországban ugye hasonló, de ugye az időjárás is ugye közrejátszik. Tehát, hogy itt még az volt az érdekessége ennek a játéknak, hogy itt már volt nekem időjárásom is. Tehát itt eshetett ugye Svédországban hó, vagy ugye eshetett az eső, vagy ugye köd is lehetett.
meg ugye hasonlók, és hát ezért ugye be kellett állítani mindig a ralliba, ugye futam előtt, hogy hogyan legyen az autó. Hát eléggé szoros ott a mezőny. Én nem szeretnék utolsónak amúgy beérni. Tehát egy olyan harmadik hely azért jó lenne, tehát egy dobogós helyre azért illene itt most azért beesni valahogy. Hogyha szeretnék ugye elsőként lenni a pontlistán, de ne csúszunk ki! Pont az utolsó körnél. Hát ez így szerintem elengedhetjük, de nem baj, nem adjuk föl, végig megyünk, csak azért is becsületből, dacból, mindenből. Igen, a görög pálya az nekem már nehézkes. Lehet, hogyha Subaru-val jöttem volna, akkor jobban haladnánk, de hát nem azzal jöttem, hanem Peugeot hoztam. Amúgy gyerekként ezt a játékot rongyal játszottam, szinte mindegyik autóval végigjátszottam az egészet, természetesen könnyű fokozaton. Ugye azt hozzá kell tenni. Úgyhogy természetesen könnyű fokozaton játszottam végig. Talán itt ezeket az árkádos ugye versenyeket, ezeket már azért közepes, vagy ugye nehéz fokozaton is megpróbáltam, hát nehéz fokozaton úgy, ahogy van, ugye elvéreztem. Jaj. Jó, mindegy, ez van. Hatodik helyen becsúszanunk. Nem tudom, mennyi pontot sikerült akkor így összegyűjteni, de szerintem elsők azok most nem biztos, hogy leszünk így az összesítésben. Mert így most ugye nulláztam. De! Elsők lettünk. Elegendő volt. Na. Jó, feloldottuk igen az A-osztályt. És arany fokozatot kaptunk. És akkor ki is léphetünk, és akkor mindjárt megnézem, most azt hiszem így nem is írta a rendszer, de majd mindjárt megnézzük, itt arkádon belül, intermediate, igen, mindegy, jó, úgyis jó, a Mitsubishihez elvileg kaptunk kinézetet, csak azt nem tudom, hogy hol lehet beállítani. De igen, feloldottuk itt ezt, tehát a fickót is. Lehet, hogy nem itt. Options. Itt a language, controller, grafika. Hát, a fene se tudja. De emlékszem, hogy igen, hogyha megcsinálod ezeket az arcade-okat, akkor kinézeteket adnak bizonyos autókhoz, és azt hiszem, hogyha megcsinálod igen az elsőt, akkor a Mitsubishihez kapsz egy kinézetet, egy ilyen hófehér lesz a Mitsut. Na mindegy. Srácok, lányok, hölgyek, urak, ennyi lett volna akkor ez a Random Gameplay-es kis videó a Colin McRae Rally 2.0-ból, vagy hát 2.0-ból. Kommentbe várom mindenképpen az észrevételiteket, hogy játszottatok a játékkal, vagy mi a véleményetek róla. Aztán nagyjából én elmondtam így a véleményemet, de mai napig szerintem ez egy szórakoztató játék, nagyon-nagyon nehéz játék is, úgyhogy... De meghatározó volt a rallis videójátékoknak a megítélése szempontjából az én számomra. Nem tudom, hogy ennek a mondatnak volt értelme, de remélem, hogy kihámoztátok, amit akartam mondani. Na, legyetek jók, ígyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és akkor majd találkozunk egy másik játék vagy egy videónak az alkalmával. Én Szói voltam, sziasztok!